Rajtad a konferencia liga az oldal történetében először a csoportkörrel köszöntök mindenkit, de többnyire azok a csapatok jutottak be, melyek nálunk a lebonyolításban, ebben az új rendszeres lebonyolításban a bajnokságokat tekintve, a 8-at döntőbe estek ki, így például az Arsenal, vagy az idén például másodosztályú Schalke is részt vett a konferencia liga csoportkörében, ahová a magyar csapat nem jutott be. Mindenesetre láthatunk itt is izgalmas összecsapásokat, rögtön az első fordulóban három meccset is közvetítünk, többek között a Real Madrid meccse mellett megmutatjuk Gulácsi, Szoboszlai és Orbán Lipcséjét, és talán az egyik legnagyobb rangadó az viszont most az Arsenal Schalke meccs lesz, amely pár éve még simán a bajnokok ligájában is elfért, most arra viszont kisebb túlzásra talán még a konferencia liga szintjét sem üti meg sajnos ez a két nagy csapat. Mindenesetre itt vannak nálunk és egymás ellen megmérkőznek. Leno az Arsenal kapujában, Tierney, Gabriel White és Tavares a védelemben. Csaká, illetve Párti a középpályán, őket Martinelli, PP és Saka előzi meg egy sorral, és legelőbb pedig majd ékként Aubameyang csatároz az ágyúsok csapatában. Hazai pályán az Arsenal a Schalke ellen azért némileg esélyesnek számít, aztán meglátjuk, hogy tudnak-e a gelsenkircheniek vajon borsot törni Mikel Arteta csapata orra alá. Itt van a Schalke összeállítása, Fermannal a kapuban, Calhanoglu, Tiav, Stamboli, Becker, valamint William a védelemben, a középpályán Kolasinac, Mascarell, illetve Serdar, míg az első két helyen, tehát a támadósorban Hoppe, illetve Huntelaar szerepel. 5-3-2 ma a Schalke taktikája ezen a mérkőzésen. Ugye az Arsenal az angol bajnokságban, ugye a 8-at döntőben a Burnley-vel szemben, Schalke meg a Bayern-nel szemben hullott végül ki. És így szerepel az EKL-ben. Talán azért a Schalke-nél ennek örülnek is, de az Arsenalnál azért lehet kevés, hiszen a Burnley ellen ott ők voltak az esélyesebbek. És az első támadás rögtön a Schalke vezeti, Huntelaar lövőhelyzetben óriásit véd Leno, a kipattanót pedig oldal hálóba sikerült csak visszarúgni a Calhanoglunak. De már szabad rúgás kifelé az Arsenalnak. White eladja White, a Brightontól érkezett új igazolás, Hoppe. Hoppe helyzetben begorítja középre, Huntelaar gól! Vezet a Schalke 6. perc végén, egy hát elég nagy White hibának köszönhetően. Szabad rúgásra jöttet kifelé az Arsenal, de megint elvénáztak ott hátul az ágyúsok védői, és ezt kihasználja Huntelaar. Bár ebben nagy szerepe volt inkább Hoppénak is ott, hogy meghúzza White mellett, be is teszi középre, és ezzel a Huntelaar góllal vezet a Schalke csapata. Hamar gól tehát itt az Emirates stadionban, 0-1. Aubameyang. Martinelli. Párti. Saka. Kérdés persze, hogy a korai előny ellenére tud-e, vagy meg tudja ezt mondjuk tartani a végéig a Schalke, hanem is 0-1-jel tudja növelni az előnyét. Mindenesetre semleges szempontból nem indul rosszul a meccs, Schalke szempontból meg pláne, hogy nem. Az Arsenal beragad egyelőre a rajtnál. Serdar, legalábbis ennek a meccsnek a rajtjánál egyértelműen, hiszen már előtte is volt a Schalkének egy nagy helyzete, Huntelaar, most itt a következő. Huntelaar, inkább kipas Kolasinacnak, aki ugye pont az Arsenaltól érkezett, ott a fejes! És ez kapu mellé most, Serdar fejelt mellé. Tavares. Jól kezd a Schalke, a gól után is. Vannak helyzetei a német csapatnak. Aubameyang. Calhanoglu. Kolasinac. Serdar. Előre Calhanoglu felé. És ott van Leno, aki kijön a kapujából, ami így üresen marad. Hoppe veszi át. White remekül blokkolt, némileg javítva az előző hibáját. Aztán Leno újabb védése, utána az ismétlés kapu mellé. Hát itt a Schalke nem, hogy egy 2-3 góllal is simán vezethetne a meccsen, de egyelőre csak egy közte. Nagyon gyengén játszik egyelőre ma az Arsenal. Martinelli, Pépé, Pépé, William mellett, Pépé, beemeli az elefántcsont, Parti, jön Saka! És az első Arsenal helyzet a 26. percben fölé fejelte az angol válogatott labdarúgó. Fermann. Ott a lefejelt labda, Kolasinac. William felé. Nagyon nagy labda, Léna megint jön ki a kapujából, és most szerel a német kapus, hogy a Leverkusen hálóreként már meccselt korábban a Schalke ellen. Hát majd előre vannak Lénónak védései, viszont az biztos, hogy clean sheetje ma nem lesz. Calhanoglu.
Kolasinac. Omar Mascarell. Hüntelár. Aubameyang mellett a Jócsel, és ez egy gólhelyzet. Hoppe előtt! Leno újabb bravúrja. Szöglett előtt a Schalke. Jól is jön befelé, Ben White fejeli ki, Hoppe életcsorgó, nincs elles, mert beragadnak ott többen is az angoloknál, ilyet mondja az újabb szöglet. Saka szerelte ugyanis Hoppit. Mascarell szöglete. Huntelár, 2-0! Remekül évelődött, csavarodott be az a szöglet oda a 16-oson belőle, és Klaasian Huntelár megszerzi a második gólját a mérkőzésen. 2-0 a Schalke javára. És azt nem mondhatjuk, hogy nem érdemelné meg ezt a két gólos előnyét a Schalke. Itt jön befelé a szöglet, elalszanak ott a védők. Leno tehetetlen, Huntelár befejeli felugorva mindenki mellől közül. 0-2. Hát némi meglepetés itt az Emirates stadionban egyelőre. Nagy bajban az Arsenal, amely ugye majd a következő fordulóban a Sassuolo vendége lesz. Az sem lesz egy sokkal könnyebb összecsapás. Partey. Thomas Partey jól húz el. Partey gólhelyzetben. Óriási védés. Minket aki mondjuk majd az eredményekre kíváncsi. Mind a BL, mind az L, mind az LKL tekintetében a nem közvetített mérkőzésekről a Facebook oldalunkon. Rendszeres hírfrissítések vannak ezekről a gameplay tornákról kapcsolatban, úgyhogy azt érdemes ilyen szempontból majd figyelni. White. Aubameyang felé. Serdar. Kolasinac, Mascarell, Huntelár, Hoppe, mindig ő, megszerezné Serdar, beollózza oda Huntelárnak, és lehet 3-0, akár így, de csúlyan eltörte a holland most. Talán azért a két gólja után ezt megbocsátják neki. Leno, és itt a félidő vége. És akkor elkezdődött a második játékrész, amelyet az Arsenal kezdett el. 2-0-ra vezet a Schalke itt az Emirates stadionban. Úgyhogy ezzel folytatjuk tovább a konferencia liga csoportkörének első fordulójából ezt az összecsapást. Tierney. Martinelli. Jó szerelés Stambulitól. William. William. Rossz labda. Gabriel. White. Thomas. Xhaka. Aubameyang. A labda PP-nek, PP be középre, spontatlan volt, Mascarell. Kolasinac, két helyzete volt ugyebár az Arsenal, vagy az Arsenalnak az első fél időben, miközben ott megindul Hoppe és gólhelyzetben. A felső léc mentett most. Tierney. PP. Stambuli. Ez így még a Schalkéjé, Huntelár. Huntelár, Gabriel. Martinelli. Aubameyang. Aubameyang még mindig, Aubameyang. És aztán ebből így lesz egy szabad rúgás az Arsenalnak egész jó helyről. William volt a szabálytalan, aki ráadásul piros lapot is kap. Ember hátrányba kerül a Schalke 64. percben. Némi remény felcsillan most az Arsenal előtt. És Aubameyang, aki kiharcolta a szabadrúgást, lejön, Lacazette folytatja majd a helyén. Xhaka szabadrúgás, de ott van Thomas Partey is, ő legurítja a lövésre, Xhaka most! És ott a védés Fermántól. Szöglet. PP tekeri be, Thomas Partey elől kifejeli ki, Gabriel nem meri visszalőni, de Gabriel viszi, és most lő, Fermán ezt is fogja. Tiav. Serdar. Huntelár. És ez jó kontra lehet. Huntelár. Remek labda Calhanoglunak. Mondom én. Calhanoglu azonban nem tudta már átvenni. Pedig az jónak tűnt. Nem volt az. White. Martinelli. Thomas Partey. Saka. Jól tolta meg ott a védő mellett, Saka.
szabadrúgás lesz ez is. Ez ugyan nem ért piros lapot, csak egy sárgát. Szabadrúgás most is az Arsenalnak, Tiaf sárgult be. Jön a szabadrúgás befelé, nagyon gyengén Becker. Tisztázás nem volt jó, de Stambouli el tudja hozni Saka elől. Hoppé! 73. perc, jó, megkerülős csele az amerikainak, White rajta, és White már megoldja. Tavares. És ugye új igazolás, akár csak White. Idén nyárról. Martinelli. Pépé. Lacazette. Nicola Pépé. 16-oson belül már az elefántcsont parti. Pépé cselek, és kiadja. Pedig ez ordító zicser volt. A nehezét megcsinálta Pépé. Érkezik majd Willian az Arsenalba, aki ugyebár már kölcsönben van Brazíliában, úgyhogy még itt az első fordulóban van pár ilyen név, ugye. Találkozhattunk olyanokkal, akik már nem az adott csapat játékosai, hogy Williamnek is ez az utolsó Arsenalos meccsen állunk, közben pedig Hoppé viszi kapura, és lő aztán! Óriási tvéd Léno, Szerdária kipattan, ő meg rosszul tette vissza, eldönthette volna most Hoppé a mérkőzést. Marad a 0-2, Pépé, Tierney, Gabriel, Xhaka, Thomas, Lacazette, 85. perc, Willian, Lacazette, továbbra is a Schalke vezet 2-0-ra az Emirates-ben, a Konferencia Liga csoportkörének első komolyabb mérkőzésén. Itt a mi csatornánkon, ugye tavaly nem volt még Konferencia Liga, az idén nálunk új sorozat, PP, Martinelli, Alányes, jön a kapus. Nem is kell jönnie, Ferman kezébe ment egyenesen a labda, Becker. Hát meglepő sima verességgel kezdi az Arsenal a Konferencia Ligát. Hazai pályán a Schalke ellen, és ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerül a folytatást illetően. Van még hátra 5 meccs, azért ott lehet 15 pontot legalább gyűjteni. Mindenesetre rossz a rajt. Arsenal, Schalke 0-2.